Egy korábbi önkormányzati rendelet alapján a város napján tüntetik ki azokat a vállalkozásokat, civil szervezeteket, pontosabban az őket irányító magánszemélyeket, akik hosszabb távon meghatározó szerepet játszanak Tolnaváros gyarapodásában, fejlődésében, vagyis ilyenkor találnak gazdára a legrangosabb városi kitüntetések. Az év tolnai civil szervezete díjat az idén 18 éve működő Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület kapta, az elismerés dr. Szilák Mihály elnök vett át. Az év tolnai vállalkozója elismerést Frankowskiné Komlósi Ritának, a Ritalia Travel Kft. Alapító ügyvezetőjének adták át. A Tolnaváros kiváló közalkalmazottja kitüntetést Hercig Lászlóné, a Tolnai Vosinszki Mór általános iskola igazgatója, valamint Szalai Lászlóné, a Tolnai Családsegítő Központ szociális gondozója érdemelte ki. A Tolnaváros sportjáért kitüntető díjat a tavalyi megyebajnoki címet szerzett Tolnai Városi Futballklub felnőtt labdarúgó csapatának ítélte oda a képviselőtestület. A díjat Weber Tamás elnök vette át. A Tolnavárosért kitüntető díjat az 1810 óta folyamatosan működő Tolnai Kékfestő Műhely, illetve a várost 2006 és 2014 között irányító dr. Sümegi Zoltán posztumusz polgármester kapta. A műhely díját Horváth Tibor, a posztumusz kitüntetést Sümegi Etele, dr. Sümegi Zoltán legkisebb gyermeke vette át.